elhatároztam, hogy kiszedlek a csigaházadból, és most a legutóbbi alkalommal volt az első olyan pillanat, amikor azt láttam, azt a gyilkos indulatot a szemedben, amivel végre lehet kezdeni valamit. Novemberben kellett volna elintéznünk kettünk dolgát. Novemberben! És azóta is csak várok, és várok, és el kell viselnem azt, hogy zaklatsz engem, zaklatod a barátaim, és zaklatod a családomat. Ha elég ideig élsz, rájössz, hogy jó és gonosz igazából nem is létezik. Nézőpontok vannak, győztesek és vesztesek. Amikor gyerekként még a Cordon Bleu nézelek téged, akkor olyan hatalmasnak, bátornak és félelmetesnek tűntél. De változik a perspektíva. Ironikus, hogy félsz tőlem. Fél tőlem a bátor, hatalmas igazgató, aki annyira bátor, hogy inkább a nővérem mögé bújik előlem. Mert fél attól, hogy a dicsőség napján, amikor a lábaim előtt fog feküdni, az emberek olyannak fogják látni, mint amilyennek én látom, amióta szóba hozta az apámat. Amióta kezet emelt a nővéremre. És amióta már nem tekintek rá úgy, mint egy hatalmas, bátor, vagy félelmetes ember. Ha képes leszel arra, hogy megértsd a világ működését, akkor még van esélyed arra is, hogy olyanná válhass, mint én. Amit kapni fog, azt nem csak tőlem kapja, hanem azt mindannyiunk nevében meg fogja kapni. Chris Dice! Fülembe jutott a szurkolók által, hogy nem veszed elég komolyan ezt az összecsapást. Ez engem rohadtul feldegesít. Rohadtul feldegesít, mert ebből az derül, hogy tökre más motivációkkal érkezünk erre az összecsapásra. Neked annyi a célod ezzel, hogy mutogathass a kisgyerekeknek, hogy te vagy a bajnok. Hát lószart! Én minden egyes alkalommal, minden egyes rohadt alkalommal, emiatt a trófea miatt szeltem át az egész országot. Emiatt a trófea miatt jöttem a lelátókra minden egyes hétvégén. Emiatt szálltam csatába az utcákon és a ringbe. De ezek csak mind üres szavak, mind üres tettek, hogyha június 26-án nem lesz az én trófeám. Nem fogok senki előtt letérdelni, pláne nem előtte. Mert június 26-án ez a stadion Hős Antal stadion lesz. Ezelőtt a stadion előtt az én szobrom fog állni. És a legbiztosabb tű bajnok lesz! Hős Antal. Ki kikiáltotta magát hősnek? És Jan itt a fociával, a szlengjével. Csak egy dolgot nem vesz észre, hogy ez itt nem egy mérkőzés, egy foci meccs, nem stadionban vagyunk, és nem a lelátón ül, hanem egy ringben, és verekszik. Ha te Békés Csaba vagy, akkor én Barcelona. Ha te NB1, akkor én Premier League. Ha első osztályú játékos, akkor én a világklasszis vagyok. Úgy fogsz járni, mint a magyar válogatott az Európa-bajnokságon. Kiesel az első körben. Ha nem hiszed, akkor a dicsőség napján megtapasztalod. Budapest Bastards. Sülyeztve. Gulyások. Elsülyeztve. Ted és Zozi.
elsüllyedtek. Nyilak. Nyilak. Már majdnem. Majdnem. De akkor jöttetek ti, gulyások. Mi ezt nem akartuk személyessé tenni. Mi csak mentünk előre, a kincsért. De ti, azzá tettétek, és nagyon lementetek a térképről, srácok. Ez már nem a farm, ez bizony a nyílt és kegyetlen tenger. Sosem értek partra. 26-án pedig megmutatjuk, és beleverjük abba az ocsortányos disznó agyatokba, hogy ez a mi hajunk. A mi dicsőségünk. És a mi aranyunk. Ha mindez nem tetszik, a ringbe ezt fogom feldugni a... Gyerekek. Oda! Úgy! Hú! Há! Elegem van, elég volt! Elég volt abból, hogy 3 év alatt mennyit lenyeltünk már nektek, ha? Mindig mink vagyunk a szarok, mindig mink teszünk tönkre mérkőzéseket, mindig mink vagyunk azok, akiknek azt a írjátok, hogy takarodjunk innen, mert kik vagytok ti, ha? Kik? Megmondom, kik vagytok ti. Ti nem ítélhetitek meg azt, hogy ki a jó birkózó és ki nem, hogy ki érdemli meg, hogy itt legyen és ki nem. Nektek maximum kedvenceitek lehetnek. Tudjátok, kik a kedvenceitek, ha? Olyan emberek, akik annyiból állnak, azért vannak a műsoron, mert föltehetitek őket a poszterre. Ezért van ott az a 2 ember is, akik az ellenfeleink lesznek a dicsőség napján. Tudjátok, mit tettek ők azért, hogy itt legyenek? Semmit! Semmit! Ők azt mondják, hogy hát itt vagyunk 10 éve, nekünk nem kell már semmit tegyünk, mink olyan jók vagyunk. Hát nem! Mink minden egyes héten kiizzadjuk a seggünket ebben a ringben, ebben a dojóban, hogy jobbak legyünk. És mit kapunk tőletek? Na mit? Aztat, hogy szarok vagyunk. Senkik nem vagytok. Senkik. Tik a gép előtt ültök, leüttök néhány billentyűt, aztat hiszitek, hogy bárkit is érdekel a véleményetek. Hát nem. Június 26-án, a dicsőség napján. Végre olyanoké lesz a dicsőség, akik ezt igazán megérdemlik. Én ezt a hegyet már 2-szer megmásztam, amíg te lentről figyeltél engem. Tamás! Elmondhatnám, mennyivel több övet nyertél nálam. Mennyivel több meccsed volt. Mennyivel több éve vagy benne ebbe a bizniszbe. De ez mind nem számít. Mert ez mind akkor fog eldőlni, amikor ketten bejutunk a ringbe, hogy ki a következő HCV bajnok. Tamás! Neked ez az öv, csak még egy újabb a vitrénybe. De nekem ez az öv kell, hogy megmutassam minden egyes embernek, aki néz minket, minden egyes tanosznak a dojóba, minden egyes birkózónak abba az öltözőbe, neked és magamnak, hogy Maverick igenis megérett. Maverick igenis a főmérkőzésbe való. Június 26-án, a dicsőség napján, amikor bemegyek a ringbe, mindenki, aki ott lesz, tudni fogja. És te is, Tamás, te is rájössz majd, hogy Maverick megérkezett!